Most tehát az a feladat adódott, hogy le kell ezt térgelni ebből a kis valamiből. Ebben van egy 3 és feles luk. 3 és feles benne a lyuk. Az elég. Az elég is, még nagy is. Ez 7-es menet. Hát ezt csak le kell nyolni simára, nem? Könnyebben csusszanjon be a helyére, ezt összekötjed, mint össze kell kössön, hozz kész. Ezúttal nem elég a falesztérga, kell egy professzionális esztérga. Kell bizony. Már itt már nem kicsi pálya a dolog. Komoly dolgok ezek hiába. Igaz, hogy kicsit hirtelen videó plusz vibrál a felvétel, de hát ez van. Most nincs hirtelen más kamera. Na ez lesz a nagy vége, és akkor ezt felesztergáljuk a kis végére. Kicsikét professzionálisabb medve, mint az enyém. Kicsikét. Ez a kés, ez úgyból lesz, ezt kivesszük. Ez egy leszúró kés. Miért be a kés? Beér a kés csak. Beesett alá. Kulcs már be. Há, beesett alá. Beesett a számosba.
Na, próbáljuk meg. Hát próbáljuk akkor. Ha már ennyi energiát meg munkát belefektettünk, akkor most már csak is. Na, próbáljuk meg akkor most össze. Össze. Hangolni. Szóval, ezért kellett egy kicsit. Ez egyébként a Mércperceknek a valahanyadik adása lesz majd. Majd megnézem majd, hogy hanyadiknál járunk. Természetesen bronzból van. Nem rozsdázik. Nem fog eltörni sem. Na, ez nem törik el ki szét sajon. Na, hát fogja szétnem utána nyomás. Talán. Oda-vissza nyomhatjuk? Így megtörik egy kicsit a cseh. Hát mindegy, a víz már fog benne venni, annyi a lényeg, hogy a víz menjen benne. Meg a cseh? Hát itt. Hol? Itt egy kicsit. Jó van az. Az nem. Elfér. Elfér, semmi gond. Itt elfér? Hát jobb, mint semmi. Ugye ez a ablaktörlő lapátnak a kis vízcsöve. Annyi víz van benne, hogy kipróbál. Hát mintha nem folyna a csapon a víz, hogy... Vagy nem is tudom. Ez mi? Az már nem érvényes, ez régen volt. Hát van benne víz, azért nem üres, attól független. Ó, hibátlan, hát egy a lényeg csak. Na, tehát egy ilyen nagyon egyszerű feladatnak a megoldásához is szükség lehet egy esztergára.